A 19. században a lányok ártatlanságára gondosan vigyáztak, így az utcára sem léphettek ki egyedül, kizárólag gardedám, egy idősebb férjezett hölgy, vagy esetleg korosabb férfi rokon kíséretében. Erkölcseik védelmében olvasmányaikat cenzúrázták, az édesanyák összevarták a könyvek azon lapjait, amelyek meglátásuk szerint illetlen vagy egyenesen szemérvetlen dolgokat tartalmaztak. A kor szépségidája a tertarcú, gömbölyűkarú, dúskeblű nő, akinek derekát már 2 éves korától páncélszerű fűző szorította össze. A soványság leghatásosabb ellenszeréül szolgált a napi 5-szöri kiadós étkezés, amely kiegészítéseként különböző csodatápszerek is rendelkezésre álltak, garantált súlygyarapodást ígérve a kétségbe esett hölgyeknek. Ha a hízők ura eredményesnek bizonyult, akkor mindenképpen szükségeltetett a fűző, amely biztosította a szépségideálnak megfelelő karcsú derekat. A vastag vászonból készült fémpántokkal és halcsontokkal merevített fűző valóságos kínzószerszám volt. A női testet eltorzította, valósággal összepréselte a belső szerveket.